Drága Máté, ha jól tudom, nem régiben jött ki a legújabb lemezünk. Ez milyen címet is visel, és mesélj róla pár szót, légy szíves. Felcímet visel, Roland, és ez azért visel felcímet, mivel azt gondoltuk, hogy minden számcím felszólító módban lesz, de nem az lett, hogyha még ki kell találni a koncepcióját. Ellenben tripla lemezről beszélgettük, 7 számot tartalmaz, plusz egy remixet. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki szerette a 90-es évek végi hip-hop zenét, illetve a mai kortárs elektronikus jövőbemutató robosztus dallamokat unanira megszokott minőségben fogyaszthatóvá, de ugyanakkor izgalmassá tettük, igyekeztünk az avantgárd és a sablonok között mozogni. Primer probléma az önös harcok vertekébe. Engedd el, jöjjön minek jönnie kell szabadon. Nem megakadni nőkön hozzá címzett átkos szavakon. Csak lazán, négy levegő és ének, nincs itt félelem. Hisz szabad vagy az élet, örök a lélek, végtelen. Azt mondtad, hogy 7 plusz 1 szám. Mi az a plusz 1? Van rajta ugye egy dal, amit azért illik kiemelni a többi közül, mert előbb lett kiengedve. Melyik az és róla a kis sztoriát, ha elmondanád? Örülnék. Egészen pontosan, igen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mivel lehetőséget kaptunk rá, hogy idén a Sziget Fesztivál official dalának mi írjuk a szemelvényét, ami arról szól, hogy tulajdonképpen szabadságot írtuk körbe, amilyen módon csak tudjuk. Idén a Sziget Fesztivál sokan nem tudják, de egy ilyen érdekes imidzser rendelkezik, hogy ez egy különálló ország lesz, ahol a szabadság a motto. Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát most már azért már kezdjük taposni a nyarat. Mi fog velünk történni a nyáron? Sok-sok fesztivál, ugyebár nagyon sok koncertünk volt, mégis kijöttünk egy lemezzel. Ezt a nagy hype-ot, ami van körülöttünk, ezt nehéz feldolgozni, vagy te simán átmész rajta? Hát nekem nehéz, nektek nem tudom mennyire, de hogy a lényeg, hogy igen, a közeljövőben történnek, illetve csak pár nagyobb momentumot a nyárról elmondanék, akkor a jövő héten ugye indul a Vörös Bika turné egy busszal, ami nem tesz más, mint egy országban köröző busznak a tetején egy kinyílt színpadon lemez megjelenési mini turnét teszünk. Ezután nem sokkal lesz egy Kis Pál és a Borz tribútnap a Fishing on Orfi Fesztiválon, ahol pedig több zenekar rajtunk kívül. Nem akarok mindenkit kiemelni, de talán ami érdekesen hangzik, az Szőri és Pulek feldolgozása. Gangsta Döglé Zoli is feldolgoz Kis Pál számokat. Lesz a nyáron a Bolt Fesztiválon egy Punani nulladik nap, ahol a számunkra kedves zenészeket invitáltuk egy 4-5 órás műsorra, közösen a zenekarra a Kis Ádám konferálásában. Illetve a Sziget Fesztiválon mutatjuk be először teljes egészében, és remélhetőleg világszínvonalúan összerakva már a felszemelvényünk, tehát a mostani lemezünket. Illetve lesz Balaton Soundon Punani Electroset, ahol négy negyedekbe és elektronikus formákba öntve lép fel a zenekar, fogalmunk sincs hogyan. Illetve köszönjük szépen, ez volt a Punani Masszív, nézzétek a Music Channel-t!